Jubileumhoz érkezett az országban egyedülálló kispályás focitorna, amely egykor 4 csapattal indult el. Az ötletgazda szerint az első rendezvény óta eltelt idő igazolja, hogy az egyházak és a világi szervezetek között a sport is lehet egyfajta kapocs. 2006-ban egy egyszerű ötlet volt, hogy közelítsük az állami önkormányzati és az egyházi szerveket, hiszen a nagyon jó napi együttműködés mellett úgy gondoltuk, hogy a sportban is megpróbálunk kapcsolatokat kiépíteni és fejleszteni. Ez nagyon jól sikerült. A csapatok létszáma azóta növekedett, hiszen az egyháztól is, illetve a kormányhivatallal, az állami szervektől is bővült ez a kör. Minden alkalommal nagyon jól sikerülnek ezek a rendezvények, rendkívül sportszerű, hangulatos mérkőzések zajlanak, de nagyon kemény csaták is, hiszen mindenki szeretne győzni, de amikor vége a mérkőzéseknek, akkor már csak a jó hangulat meg a beszélgetés marad. Ebben az évben az Evangélikus Egyháza rendezvény házigazdája. Igazán fontos az, hogy együtt lehetünk a történelmi felekezetek, és együtt lehetünk a kormányhivatallal, önkormányzattal, és nagy várakozás van bennem, mint ahogy minden évben is nagy várakozás van bennem, hogy ez a testvéri együttlét, ez megmutatkozik a pályán is. Az adventi kupának idén a Filófoci csarnok ad otthont. A torna csütörtök délután 13:30-kor kezdődik, és a tervek szerint 18 órakor ér majd véget.